Macis napot tartottak a Sóstúl látogatóközpontban. A kicsik készíthettek macis fejdíszt, és részt vehettek egy képzeletbeli medvekereső interaktív kalandpályán is. A látogatóközpont ezzel a programmal indította el az idei szezont. Ezen túl rendszeresen tartanak majd itt olyan programokat, amelyek közelebb hozzák a gyerekeket a természethez. Ez a Sóstúl látogatóközpont idei első programja, a Maci nap, aminek a keretében ugye a néphagyománya foglalkozunk, miszerint ugye február 2-án, hogyha a mackó kijön a barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor azonnal visszabújik, mert még hosszú lesz a tél. Ugyan a Sóstó területén mackók nem élnek, de mi olyan programot szervezünk, ami kapcsán ugye az ide látogató gyermekek megismerkedhetnek ezzel a néphagyománnyal, és természetesen a Sóstó itt élő állatvilágával is. Székesfehérváron vendégeskedik a Dramaturgok céhe. A szakemberek a kétnapos tanácskozáson a kortárs dráma magyar darabjainak helyzetéről tanácskoznak. A szakemberek workshopjain így két napon keresztül neves színházi szakemberek vendégeskednek Fehérváron. Az esemény megnyitóján köszöntőjében Szikora János, a teátrum igazgatója megerősítette, a színház számára kiemelten fontos a rendezvény, míg Orbán Eszter, a Dramaturgok céhének vezetője, a kortárs írók, kritikusok és dramaturgok nevében nevezte meg azokat a célokat, amelyek mentén a jövőben is dolgoznak az alkotói gárdák. Ez a Színházi Dramaturgok céhében egy színdarabfejlesztő program, ez a kortárs dráma nyílt fóruma, ez a neve ennek a programnak, és ez egy egész évados színdarabfejlesztő program. Minden évben meghirdetjük ezt a... van egy pályázat, és idén 60 szerző, 80 művel jelentkezett, és ezek közül választottuk ki ezt az ötöt, amivel ebben az évadban végig fogunk foglalkozni. A csütörtöki 4-1-es győzelem után hideg zuhanyként hatott, hogy a fehérvári visszavágón 10 percnyi játék után 2-0-ra vezetett az Olimpia Ljubljana Maja és Simsics góljaival. A játék képe alapján egyértelműen túlzó volt ez az eredmény, és ezt a Hidrofehérvár AV19 játékosai is érezték, még a szünet előtt sikerült szépíteni. Nilsson szánta rá magát egy lövésre, amely utat talált a Ljubljana kapuba. A fordulás után szinte azonnal jött az egyenlítés, Hári János egy kék vonalról eleresztett lövéssel egalizált 32 másodperccel az újrakezdés után. 6 perccel később Reden Show góljával pedig már vezetett a volán. A középső után a záró harmadot is 2-0-ra nyerte meg a székesfehérvári alakulat, az 54. percben előbb Alex Patten, majd alig több mint 1 perccel később Anzik Kurált is betalált. A volán 5-2-re győzött, amivel továbbra is a legjobb formában lévő együttes az osztrák hoki ligában. Legutóbbi 5 meccséből 5-5 megnyert Kevin Konstantin alakulata, amelyre most 4 idegenbeli összecsapás vár a folytatásban.